Ismét országos megmérettetésre készül a Ködmön Tánc Együttes. A felnőtt csapat idén is részt vesz a formációs táncok magyar bajnokságán. A zalaegerszegi megmérettetésre a táncosok gőzerével készülnek, ezúttal egy teljesen új koreográfiával lépnek majd a parketre. Standard Mix kategóriában a csapat tavaly már 17. alkalommal nyerte el a magyar bajnoki címet, és idén is a győzelem a cél. Régi csapat, új mozdulatok, gőzerővel gyakorol a Ködmön Tánc Együttes felnőtt csapata, ismét egy országos megmérettetésre készülnek, ezúttal azonban egy teljesen új koreográfiával lépnek majd a parketre. Amit igazából márciusban kezdtünk el összerakni, úgyhogy így ezért nagyon nagy az izgatottság, szokásosnál is nagyobb, hogy minden jól sikerüljön, mindent meg tudjunk a parketten valósítani, amit az edzőnk elvár tőlünk. Az elvárások pedig nagyok, és a táncosok is maximalisták. Minden egyes mozdulatra odafigyelnek, hiszen idén is nyerni szeretnének a formációs táncok magyar bajnokságán. Tavaly a csapat Standard Mix kategóriában már 17. alkalommal hozta el a magyar bajnoki címet. Idén nem csak az új koreográfiával, hanem a precízen megszerkesztett zenével is szeretnék elkápráztatni a közönséget. Több évtizede a köztudatban lévő slágerzenékből, abba a zenékből állítottuk össze a koreográfiánkat. Ez egy különleges kis válogatás, hiszen nem csak a megszokott hangszerelése, hanem egy feldolgozással fűszerezve állítottuk össze, és hát külső segítséggel stúdióban sikerült ezt úgy összeállítani, egy nagyon hangulatos, és hát úgy gondolom mindenki számára ismert, és hát szinte a social médiában és a tévében és egyéb aláfestéseken is nagyon sokat használ zenét fog a közönség hallani, és bízunk benne abban, hogy nagyon pozitívan fogja fogadni, hiszen ezek olyan slágerek, hogy szinte mindenki hallotta már. A formációs táncok magyar bajnokságát Zalaegerszegen rendezik meg október 14-én.